Szevasztok, üdvözlök mindenkit. A gyors tipp rovat következik, legalábbis remélem gyors lesz. Alap mozgásról fogunk beszélni, rájöhettetek, hogy mahinálni fogok a billentyűzeten, mégpedig az egérrel való vezérlés helikopteren. Nem tudom, hogy az alapbeállítások már mik voltak, amit ki szeretnék emelni, az a csűrés, és az, hogy hogyan állítsd be. Ha jól emlékszem, vagy nincs beállítva, vagy fordítva van beállítva, vagy nem is erre a billentyűre van beállítva, de a csűrés mindenképpen ide a kúra erre érdemes rátenni, ha nincs bent. És mindjárt mondom, hogy miért így, hogy az irányokat mutatom. A magasság, ugye nyilvánvaló a W, magassági kormány, a WS, ugye a bolintás, emelés, a roll, ugye az A, D az a döntés jobbra, döntés balra, a lebegési magasság az nem keverendő össze a kollektív szöggel, a lebegési magasságod az a lebegő módban értendő, a kollektív szöget pedig repülő módban, amikor ugye nem korlát az a kompjúter. Gyorsan mutatom, hogy miről van szó, és hogy igazából csak a jó példát tudom mutatni, mert azért javaslom az E-re beállítani, hogy jobbra csűrjön, a balra, hogy balra, mármint a farát, hogy balra fordítsa. És valójában ugye jobbra csűrsz a Q-val, meg balra, mert balra mész, mert, bocsánat, mert szabadon marad a középső ujjad, és mellette tudsz olyan korrekciókat végezni, amit ugye adott esetben, ha fordítva van beállítva, vagy egyáltalán nincs beállítva, azt nem tudod megcsinálni. Ezért érdemes csinálni egy olyat, mert így egyrészt gyorsabban megfordítod a helikoptert, és hogyha az egérgörgőre állítod a kollektív szöget, ami még egy nagyon fontos tanács, hogy mondjuk nálam be van állítva külön a kollektív szög, meg a lebegési magasság erre, F-re, ugye növelem, csökkentem, viszont itt az egérgörgőnél a kollektív szög érdemes beállítva legyen, nem pedig a lebegési magasság, mert még egyszer a lebegési magasság ugye az a lebegő módban értendő. És így akkor két helyről tudom vezérelni úgymond a lebegési magasságom, tehát hogyha valami elfoglaltsága lenne ennek az ujjamnak, hogy mondjuk tüzelek, akkor, vagyis ha nem látod a jobb kezemet, mondjuk tehát a mutató ujjam, mert nekem most valahogy úgy esik kézre, hogy annak elfoglaltsága van, akkor tudok emelni a baloldali a mutató ujjammal, a bal kezemen. És ugye így akkor még egyszer, ugye sokkal könnyebben meg tudom fordítani a helikoptert, mint sem, hogy fordítva van beállítva, akkor ilyen hülye módon kell, csűröd a kezedet jobbra-balra, és nincs annyi ujjad, meg hogyha ilyen ujjaid vannak, ilyen töpszli, vagy ilyen favágó esetleg, akkor lehet, hogy egy gomba szétvizész minden. Na, szóval érted? Így egyszerűbb, hogy gyakorlatilag olyan mozgásra tudod bírni a helikoptert, ami sokkal dinamikusabb, mint sem, hogy csak ugye fordulgatsz, illetve az egérre próbálod irányítani. A másik jó tanácsom, az lehet, hogy egyértelmű, de hogyha mégsem, mert kezdő pilóta vagy, a fizikai törvény. Egy gyors helikopter és mellette könnyű szerkezet, de egy másikra is értendő, tehát az összesre. Ugye, hogyha szeretnéd lelassítani, ugye ez a logikus, hogy neked ez, hogy megnyomod az est, hogy növelj. De hát így látod, így nagyon megemelkedik. Ezzel esetleg olyan helyzetbe hozhatod magadat, hogy kiszúrnak a légvédelmek. És ha ezt szeretnéd elkerülni, akkor azt tudom neked javasolni. És itt jön a képbe az, hogy mind a két oldalon ott van ugye a kollektív szögnek a növelése, hogy amikor szeretnél lassítani, akkor kezd el csökkenteni a kollektív szögedet, akár nullára, és amikor már érzed, hogy kezd csökkenni a magasság, akkor vissza kell adni neki, és gyakorlatilag így még akár egy egyszerű leszállást is sokkal könnyebben elvégzel. És kicsit fordítsd el irányba. Tehát, hogyha arról van szó, akkor kicsit fordítsál, mert az oldalirányú döntéssel is ugye lassítod a helikopteredet. És ezzel ugye föld fölött tudsz maradni, főleg ezekkel a pici helikopterekkel, amiknek ugye nincsen irányított rakétájuk, korlátozva vagy, és még a tetejében mondjuk nincs ballisztikus kompjútered se, akkor ilyen suttyó módon tudsz csak röpülni, ilyen lombkoron a magasságban. És akkor viszont nagyon jól tud jönni az, hogy ennyi helyről tudsz irányítani. Jó? Na, ez volt a napi jó tanács. Mindenkinek további jó játékot, szép napot. Szevasztok!